KTI néppárt azzal, hogy valamennyi megyében indít jelöltet. Budapesten is számos jelöltjei vannak. Tulajdonképpen, hogyha összehasonlítjuk azokkal a pártokkal, akik csak a lehetőséget látták a kormányváltó címszó mögé történő felsorakozásban, hát például az Együtt Korszakváltók pártja csak 14 jelöltet állított, a Párbeszéd Magyarországért 8-at, Liberális Párt egyet sem, a DK pedig 13-at. Ezzel én azt gondolom, hogy a KTI elég jelentősen oda tette a névjegyét társadalom asztalára, mint egy választható alternatíva. Azt látjuk, és épp a tegnapi napon, amikor egyik jelöltünk bejelentette visszalépését, ezzel azt látjuk, hogy félnek tőlünk a balliberális oldalon, vagy ahogy egyes politikus társaim szokták nevezni, az álbal oldalon, hiszen nem csak őt környékezték meg, hanem vannak olyan képviselőjelöltjeink, akiknek érdekes mód ugyanattól a politikai erőtől származóan újra számoltatják az aláírásaikat, megtámadják a jelöltségüket, ilyet tettek például a zuglói jelöltünkkel, de említhetném Sárvárt is. Mi azt kérjük, hogy ha valakik demokratikusnak tartják magukat, akkor azt is vegyék tudomásul, hogy sokszínű ez a pálya, és ebben a térfélen baloldali alternatívát egyedül a KTI tud ma nyújtani a maga programjával, azzal a programmal, ami azokról az emberekről szól, mint például a devizahitelesek, azok, akik állítólag már szakemberek szerint is 4 millióan a nélkülözésben élnek. Én úgy hiszem, hogy róluk kell szóljon ez. Nem arról, hogy ki fog kormányváltást tenni, hanem egyszerűen arról, mi lesz az ő sorsuk. Vannak olyan pártok, amelyeknek az összetétele nem változik. És most ennek a pártnak a tagsága nőtt egyel, mégpedig Dombai Tamással, aki bejelentette, hogy visszalép, mégpedig az összefogásnak a javára. Annak a pártnak a javára lépett vissza, ahol hozzá hasonló árulók vannak. Ki a hazáját, ki a választókat, ki a korábbi pártját, és most pedig még egy személlyel nőtt a létszámuk, aki bennünket árult el. Nincsen rá egészséges magyarázat, hogy miután összegyűjtötte az aláírásokat, miután leadta azokat, és elvette egyébként a lehetőséget attól, hogy mi más jelölttel ugyanezt a szintet megugorjuk, utána lépett vissza. Ennek valami oka van. Joggal feltételezhetjük azt, hogy egzisztenciális oka van. Amit viszont Bajnai Gordonéknak üzennék, ne a jelöltjeinkkel legyenek elfoglalva. Ne őket próbálják meg átállítani, és ne őket támogassák. Emberek tömegei fognak az utcára kerülni azért, mert jelen pillanatig nem álltak mellénk abban, hogy egy rendkívüli parlamenti napot hívjunk össze, ami semmi másról nem szólna, mint hogy a kilakoltatási moratóriumot elcsúsztassuk szeptemberre. Elmaradt. És támogassák azt, hogy a devizahitelesek ne kerüljenek az utcára. A devizahiteleseknek meg jelen pillanatban úgy tűnik, hogy a kampány szlogeneken túl egyedül a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt az, amelyik segítséget tud nyújtani. Civil demokráciát rajtunk múlik.